vízzel, és 5 perc múlva jelentkezek. A templom önmagában véve mindig egy mágnesként vonzotta az embereket. Mágnesként vonzotta őket 1918 után, amikor nagy tragédia volt itt, és nagy találgatások voltak, hogy vajon most mi fog következni, hova fog tartozni ez az elszakított országrész. Mágnesként vonzotta 1920 után, amikor véglegesen eldőlt az, hogy most már ez a szerb-horvát-szlovén királysághoz fog tartozni. Mágnesként vonzotta akkor is, amikor a visszaszlávosítást megpróbálták erőltetni, és akkor is, amikor a magyar művelődési életet megpróbálták gátolni a szerb királyságban. Mert az egyházközségen belül találták meg a hívek és a polgárok azt, amit tulajdonképpen nem találhattak meg magában a faluban. Aztán mágnesként vonzotta őket akkor is, amikor az 1941-44 közötti magyar közigazgatás évei voltak, mert akkor mindenki újjongott, és azt gondolták, hogy visszatértünk. Közben csalódás következett be, és természetesen mágnesként vonzotta 1945 után az embereket, amikor úgy gondolták, hogy mindennek vége, minden összedőlt. Ezt a templomot egyes forradalmárok, nyugodtan nevezhetem forradalmároknak őket, le akarták bontani, hogy a szegényeknek szétosszák a téglát. A plébános odaállt eléjük, és azt mondta, hogy csak a holttestemen át. Nos, 1941-ben, amikor a magyar közigazgatás a szerb lakosságot kilakoltatta, deportálta, akkor a plébános önmaga garanciát vállalt néhány szerb emberért. És ezek utána 1945-ben úgymond megmentették a plébánost, megmentették a templomot is. Tehát hozzátartozik az egyházi élethez, a helytörténethez ez is. Mágnesként vonzotta őket, tehát a híveket 1967-ig, a plébános haláláig, és mind a mai napig mágnesként vonzza őket, mert főtisztelendő Utcai Róbert felkarolta a fiatalságot, a gyerekeket, akik egy kicsit el voltak hanyagolva korábban, tehát a korábbi években. Magához vonzotta a fiatalságot, és ezzel együtt a szülőket is ide vonzotta. Mindannak ellenére, hogy nagyszámú, magas számú az elvándorlás, tehát a falu népe fogyatkozik, de a nagy többség azért
itt áll meg a templomban, amikor ünnepség van, vagy bármilyen alkalom, esküvő. Annak ellenére is, hogy ez a 2020-as év meghozta a maga hátrányait, amit nagyon jól tudunk, és hát a templom egy jó ideig zárva volt. Mi történt akkor? A plébános kinyitatta az ajtót, és azt mondta, 3 óráig mindenki bejöhet ide imádkozni. Ki akarja megpróbálni? Van olyan, aki tanul zongorázni? Tanulsz? Na próbáld meg! Mi a boci-boci tarkát el tudod megjátszani? Először a középkorban volt templom, amiről tudunk, tehát egy középkori falusi templom, amelyet téglából építettek, és amelynek az oltár köveit, meg egyes lépcsőzetét és egyes köveit Mátyás király édesanyja adományozta, Szilágyi Erzsébet adományozta a templomnak, amely a török dúlás után fennmaradt. A téglákat, a templom tégláit széthordták, viszont a kövekkel nem tudtak mit kezdeni, ezért a köveket beépítették, valószínűleg egy részét az 1796-ban épített körkápolnába, amely nagyjából 1 kilométerre van innen. A másik részét pedig felépítették az 1815-ben épült régi neobarokk stílusú templomba, amely ennek a helyén volt. És Takács Gáspár plébános valamit tudott, amiről nem maradt írásos bizonyíték, mert azok megsemmisültek. Ő nem csak a régi templom és a körkápolna anyagát próbálta megmenteni, hanem azoknak a köveit is, mert megsejtette, hogy azok a kövek régiek, és ő a hitéletet, a vallási életet megpróbálta a régi alapokra helyezni. Ezért az történt, hogy amikor felépítették ezt a templomot, akkor ő az átmenekített köveket beépítette ebbe a templomba. Ugyanis a templom épülete vadonatúj volt, de a főoltár és a két oldaloltár úgy néz ki, mintha új ruhára régi zsebeket vartak volna, tehát nem passzol bele, nem teljesen pászol a templom stílusába, belső stílusába. És az történt, hogy ő tudta, hogy ezek az úgynevezett vörösmárvány kövek honnan származnak, és ezekből lettek felépítve a főoltár, meg a két mellékoltár. Takács Gáspár plébános Ludasra 1917-ben került ide, amikor az első világháború javában dúlt, és tudnivaló volt, hogy a háború sok áldozatot követel. Tehát emberáldozatot, anyagi áldozatot is, amely megviselte csantavért. És hát csantavérnek nagy szüksége volt a hitéletre, Takács Gáspár viszont ezt meg tudta nyújtani, tehát meg tudta adni a
híveknek, azzal, hogy ő Kalocsán végzett a jezsuiták teológiáján, és nagyon képzett pap volt. Nos, a prédikációira és a miséire a kis templomba nem fértek be a hívek, és kint tolongtak a templom ajtó előtti téren. Meglehetősen rossz állapotban volt a korai régi templom, és ő kérte Szabadkától 1920 után, 24-ben pontosan, hogy segítsen hozzá a város ahhoz, hogy megjavítsák, kijavítsák a régi templomot. Szabadka város ezt visszautasította, mondván nincs rá pénze, és ezt oldja meg maga csantavér. 1925-ben a plébános és nagyobb számú hívek közössége Rómában járt Zarándok úton, ahol a plébánost meginspirálta a Szent Péter bazilika látványa. Sokan azt mondják, hogy ez a templom annak a mintájára készült. Nem annak a mintájára készült, mert ez egy egészen más stílusú templom. Minden esetre ő azt kívánta, hogy egy olyan templom létesüljön, amelyben minden csantavéri, igaz hitű hívő beférhet. Hát ezt kérvényezték jobbra és kérvényezték balra, nem nagy sikerrel, míg nem 1925-ben egy néhány főből álló képviselet elment Belgrádba, és a jugoszláv királyi miniszter tanácstól kértek segítséget, anyagi segítséget. A miniszter tanács megígérte, hogy segít fölépíteni a templomot, az új templomot, azzal, hogy a pénzt, amit kölcsönöz, azt a csantavérieknek kell megfizetniük. És arra kötelezte a csantavéri polgárokat, hogy minden földdel rendelkező, tehát termőfölddel rendelkező tulajdonos egy hold föld után egy méter mázsa búzát fizessen be évente. Akik ezt nem tudják, azok dinárban, az akkori dinárban fizették be a költségeket. Nos, az történt, hogy ebbe beleegyeztek. Szerettek volna teleket vásárolni, ahol ez az új templom felépül, viszont a községi képviselőtestület ezt visszautasította 1925-ben. Azt mondták, hogy nem lehet, csak a régi templom helyén épülhet meg az új templom. Mit jelent ez? Azt jelentette, hogy le kellett bontani a régi templomot, és septében gyorsan építeni egy imaházat, amely később az úgynevezett katolikus egylet volt, és ebben az imaházban tartották meg a miséket, keresztelőket és egyéb szertartásokat, liturgikus szertartásokat. Nos, 1926-ban kértek engedélyt arra, hogy megvásároljanak bizonyos mennyiségű épületanyagot, amely elhúzódott természetesen a fizetség hiányában, és 1928 májusában elkezdték lebontani a régi templomot. Ez azzal járt, hogy nagyon gyorsan lebontották a templomot, lebontották a régi körkápolnát, és annak az anyagát összehordták ide erre a helyre. Hatalmas méretű alapot ástak, mert Molczér Károly mérnök és a stábja, tehát minden építészmérnöknek volt egy brigádja, építő brigádja, azok egy hatalmas alapot ástak, és ezt úgy kell elképzelni, mintha a templom megfordítva benne lenne a földbe. Kicsit viccesen azt lehetne mondani, hogy a templom nem dől se jobbra, se balra, hanem a lejtőn inkább talán legurulna, hogyha arra kerülne sor. De
91 éve áll a templom, és nincs rajta egy hajszálnyi repedés sem, nincs rajta hiba. Úgyhogy nagyon masszívan, erősen lett megépítve, több mint 2 millió téglából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves jó egybegyültek, kedves gyerekek! Nagyon szép a mi templomunk. Én gondolom, ezt nem kell dicsérni külön, mindannyian, akik rátekintünk. Látjuk azt, hogy egy hatalmas és csodálatos épület. Nagyon büszkék voltak rá az őseink is, és mi is azok vagyunk. Szép ez a kereszt, ami itt van mögöttünk. A kereszt is magasabb tőlünk, igaz? Én is nagy vagyok, de ez a kereszt jóval magasabb, mint én. Én is magas vagyok, de nézzünk fel a templomra, milyen hatalmas épület ez. Ezek a hatalmas, magas épületek, épület, illetve maga a kereszt is arra hív mindnyájunkat, hogy ne lefelé tekintsünk, hanem fölfelé. Fölfelé Krisztusra, aki a kereszten mutatta meg irántunk tanúsított hatalmas, végtelen, határtalan szeretetét. Emellett, amikor a templomra nézünk, amikor bemegyünk a templomba, jusson eszünkbe az, hogy nekünk fölfelé, Isten felé kell tekintenünk, nem pedig lefelé. Nem mi kell, hogy a középpontban legyünk, ahogy ezt a mai elmélkedésben is mondtam, hanem Istent helyezzük mindig a figyelem középpontjába, az életünk középpontjába. Ahogy csak lehetett, felgyorsították az építkezést, elég nagy stáb dolgozott itt, és emelőkkel húzták fel a nehéz épületanyagot, a nehéz elemeket mondjuk rá, mint amilyen a Mária üveg, vagyis hát a rózsaablak a templom homlokzatán. Aztán nem beszélve arról, amikor megérkeztek 1929-ben Mariborból a harangok, az új harangok, azokat is ilyen módon húzták fel a harangtornyokba, tehát csigák által. És hát persze mindenütt, minden időben tömegeket mozgattak meg, nem csak az építkező brigád, hanem a csantavéri lakosság is besegített ebbe. Úgyhogy közjóba folyt a munka. Az érdekessége az egésznek, 1929. november 10-én szentelték fel a templomot. Ez a dátum egy meglehetősen figyelemre méltó dátum, mert 1918. november 11-én ért véget az első világháború. 3 nappal korábban az osztrák-magyar monarchia fegyverszünetet kötött, és hát ebben a november első tizedében, vagy dekádjában sok minden történt, és ezért 1929-ben november 10-e az 11 évvel később a világháború befejezését követően lett felszentelve ez a templom. Érdekes a dolog, mert 1918. 11. hónap 11. napján 11 órakor ért véget a világháború, és 11 évvel később, november 10-én vasárnapi napon, akkor szentelték fel a templomot, valószínűleg, hogy 11 órakor. Tehát
Ezt a plébános jól tudta, azonban ez nem lett közölve a médiákban, mert az akkori médiákat már erősen cenzúrázta a belgrádi kormány. Ez a szobor is közösségformáló, mint ahogy a templomunk is egy nagy összefogásnak a gyümölcse, ugyanis annak idején az emberek adták a rávalót a templomra, és most is úgy eszembe jut ez, amikor felavatjuk a szobrot, hogy milyen szép összefogás volt akkor, és milyen szépen össze tudunk ma is fogni. Nem csak itt Csantavéren, hanem az egész Kárpát-medencében. Egy magyarországi jó ember, Vér János fölkínálta ezt a mellszobrot a közösségünknek. Ő vajdaság ügyét, a vajdasági magyaroknak a jövőjét nagyon a szívén viseli, támogatja gyermekeket, településeket, felnőtteket, nagyon sok mindennel elhalmoz, és a közelmúltban, ahogy beszélgettünk arról, hogy szép lenne itt a templom kertben egy szoborkertet készíteni, ő azt mondta, hogy egy Szent István király szoborral támogatná ezt a kezdeményezést, és megajándékozna minket. Csantavér nagyon sok véráldozatot hozott a háborúba. Körülbelül 400 férfi veszett oda az első világháborúban. Ezen fölül nagy anyagi károk származtak. Sok árva volt a faluban, sok árva gyerek, nagyon sok özvegyasszony, és amikor 1920-ban véglegesítették azt, hogy ez a terület ezentúl Szerbiához fog tartozni, vagyis hát az SHS királysághoz, akkor a nép elcsüggett. Megkezdődött egy visszaszlávosítási módszer, akinek Ichvicre végződött a neve, a vezeték neve, azokat szerb iskolába járatták. Tehát akit Petkovicsnak hívtak, vagy Petrovicsnak hívtak, stb. Azokat arra kötelezték, hogy szerb iskolába járjanak. Na most ez a magyar gyerekek számára és a szülők számára egy sok hatást képezett. Takács Gáspár ezt felismerte, és azonnal létrehozott egy könyvtárat. Azonban emellett létesített kultúrművelődési rendezvényeket, és így próbálta fenntartani a magyarságot. Nagyon jól prédikált, nagyon meghatóan, szívhez szólóan tudott beszélni az emberekhez, ezért őt megkedvelték. És ő benne egy olyan karizmatikus vezért láttak, akit követni lehetett, és követtek is. Újjászületésünket mindnyájan az ő halálából, a kereszt halálából nyertünk. A keresztségbe vele együtt eltemetkeztünk a halálba, és amint Krisztus föltámadt a halálból, és részt vesz az Atya dicsőségébe, úgy benne nekünk is új életet kell kezdenünk Jézus Krisztus által. Ha ugyanis egybe nőttünk Krisztussal, mert hozzá hasonlókká lettünk, akkor a föltámadásban is egyek leszünk vele. Tudnunk kell, hogy a régi ember bennünk Krisztussal keresztre feszítettük, nem akarunk vétkezni. Így megszűnt a bűn hatalma a test fölött, és ezentúl már nem szabad szolgálnunk a bűnnek, ugyanis még ha a bűn számára, az kiszabadul a bűn hatalmából. Ha tehát meghaltunk Krisztussal, akkor joggal hiszünk, hogy Krisztussal együtt élni is fogunk. Ezt a templomot világító toronynak szellemileg is és fizikailag is lehet nevezni, mert messzire világított, messzire szólt a plébános hangja.
Ő egyébként egy igazán mély orgánumú ember volt, aki nagyon jól tudott szólni a hívekhez. Hálát adott az Úr Jézus, hogy volt az az öt kenyérke. Testvérek, meg kell köszönni a keveset is. Bízni kell testvérjeim, ha mindjárt nem is látjuk az eredményi nagyságát. Pedig testvérem, a Teremtő Isten már most megszaporítja a kétkezi munkánknak áldását. Bízzatok az Istenben, aki Istenbe bízik, nem csalatkozik. De legyetek hálással, ne fizessetek rossza az áldásé. Hallottátok, testvérjeim, Szent Pál apostol figyelmezted bennünket, mint hálába tartozunk az Istennek minden jó déteményeiért. Aki testvéreim bízik az Istenbe, az hálát is áld életé, egészségé, a családi békességé, boldogságé. Magában véve a templom mágnesként vonza az embereket 1929 óta mind a mai napig.